kívánok, köszöntöm Önöket! Ilyenkor év elején megszaporodik a futók, kerékpározók száma a városokban, falvakban. Statisztikák bizonyítják, hogy a legtöbb szilveszteri fogadalom is a sportoláshoz kötődik. Az emberek megígérik maguknak azt, hogy többet fognak mozogni a következő évben, több sportfelszerelés is fogy a boltokban, de aztán év közepére igen, csak lankad a kedv. A mai 24 pluszban sportról fogunk beszélgetni, de nem akárhogyan, sportról szakszerűen. Románia sportstratégiájáról is szó lesz. Novák Károly Eduard, sportminiszter a vendégen. Jó estét kívánok! Jó Miniszter úr, még mielőtt a sport vizeire eveznénk, szó lesz az ön két éves mandátumának az értékeléséről is a mai műsorban. És ha, ha visszatekintek az elmúlt két évre, akkor, akkor, azt állapíthatom meg, hogy, hogy az ön minisztérium, vagy az ön által vezetett minisztérium az egyike azoknak, amelyek körül izzott a levegő. Most azt nem tudom eldönteni, hogy azért izzik a levegő, mert Novák Károly Eduard vezeti a minisztériumot, vagy azért izzik, mert a, mert a Novák Károly Eduard által vezetett minisztérium az olyan intézkedéseket hoz, ami nem tetszik mindenkinek. Melyik? Igen, hát ez egy, szerintem egy összetett, egy összetett dolog a kettőből, így tudnám fogalmazni, mivel hogy hát sajnos 20 éven keresztül a román sportminisztériumot nagyon, nagyon lazán kezelték, és ki kimerem mondani, hogy nem is vezették, lényegében nem volt egy, egy vezető, nagyon gyorsan cserélődtek a miniszterek, így nem is szóval értünk. Értett... Volt olyan miniszter, aki aki sportoló volt, aki tudta, hogy mi fent terem Igen, a sport. Volt, volt két miniszter, egyik az Elisabeth Alipas, másik a Szabó Gabi, aki az utóbbi húsz évben sportoló volt. És az a helyzet, hogy mivel, hogy ilyen gyorsan cserélődtek a miniszterek, mindenki, ugye hát rengeteg klubot, 48 klubot fizetünk, és van, a, van a, a alárendelt klubunk. Ugye még a szövetségeket, illetve 11 ilyen, úgymond olimpiai központot támogatunk és hát már annyira megszokták ezek az alkalmazottak, hogy a miniszterek cserülődnek és nem történik semmi, hogy így szépen így eluralkodott ez a nagyon nagy kényelmesség, és a nagy, nagy tehát nem volt effektív egy profi, profi, szint kérve senkitől, hogy most teljesítsenek, sportoló eredmények. Na most a, ugye az első dolog, amit szerettem volna én is ebben, ebben töltöttem a, az utóbbi nyolc évemet, mind uh, szövetségvezető, kerékpárszövetséget szövetséget vezettem. Hát uh, eléggé átéltem a, a minisztériumnak a, a gyengeségeit és a, a, a hiányosságait, úgyhogy uh, ezért is akartam sportminiszter lenni, hogy próbáljak, próbáljam ezt az egész uh, sportot, román sportot egy új, új útra vezetni. Volt olyan időszak, amikor uh... Nem telt el úgy nap, hogy ne szerepeljen ön negatív kontextusban a sajtóban. Tudja azt, hogy a 48 klub közül kinek lépett a tyúk szemére? Nem is a 48 klub, hanem szerintem szövetségeket zavartam, mivel hogy meg voltak szokva, hogy ott a sportminisztériumtól... Hogy tudja, hogy melyik szövetséget? Hát így, És meg, meg, megbeszélte azzal az emberrel, vagy ezzel a szövetséggel, vagy meg kell tanulni együtt élni ezzel ez Igen, van, hát itt több, több összetevője van, nem csak szövetség van, még van az olimpiai bizottság, tehát uh, itt egy nagyon nagy rendszer probléma van a román sportban. Itt ugye beszélünk a sportminisztériumról, de a román sportnak a, a vezetőségét még egyik minisztérium sem, sőt még a mi minisztériumunk sem tudta elnyerni ennyi év alatt, mivel hogy uh, több minisztérium, rengeteg pénzt költ az állami sportklubok fejlesztésére és a szövetségekre. És itt beszélek a tanügyminisztériumról, sportminisztériumról, belügyminisztérium, ugye a Dinamo, a védelmi minisztérium, a Steaua, a szállítás, ügyi minisztérium a Rapiddal és az Olimpiai Bizottság. Tehát lényegében román sportot, hat, hat minisztéri, minisztérium, és egy, egy olimpiai bizottság finanszírozza és normális, hogy ahelyett, hogy, hogy lenne egy közös irány, és a sportminisztérium, sportminisztérium irányítsa ezt az egész rendszert, így egymás között harcolunk és vívjuk a, a háborúinkat. Igen, úgy fogalmazott egy, egy lapinterjúban a mandátum a átvételekor, hogy a román sport olyan, mint egy sodródó hajó, amelyben mindenki azt csinál, amit akar. Most eltelt két év, Valamelyest sikerült ezt a hajót ott a, a helyes irányba beállítani, és legalább két-három embert meggyőzni, hogy akkor milyen irányba evezzen? Igen, hát erre is ment ki lényegében, ez is, ez is volt az első célom, hogy ez a minisztérium el a, a vezetői szerepet ebben a kontextusban és ez elkezdve az alkalmazottakkal való kapcsolat, az olimpiai bizottsággal, a szövetségekkel való kapcsolat, más minisztériumokkal. Tehát azt szerettem volna elérni, hogy és azt, elérni, azt, szeretném elérni, hogy ezt az minisztériumot tudjuk felemelni arra szintre, ahol ő kell legyen. Persze ezért is volt ez a sok támadás, ami minden, minden oldalról kitámadtak, elkezdve magánügyi, pénzügyi, mindenféle próbát elpróbáltak, hogy valahogy a, engem a kormányból tudjanak kigyúrni, hogy megint kerüljön vissza az az állapot, mikor a szövetségek vezetik a sportminisztériumot, nem a minisztérium vezeti a szövetségeket. Egyébként a sportminisztériumról beszélünk itt elmondta ön azt, hogy igazából nem volt soha egy, egy nem volt soha helyén kezelve a sport, és, és ezt használták ki a sportlubok, ezt használták ki bizonyos szövetségek. Ez kinek a hibája volt? A kormányban nem volt megfelelően a helyén kezelve a sport. Igen, hát. És most, most rendben van. Tehát lényegében, ugye, maga a kormány a kormány is a miniszterelnök, bárki miniszterelnök az, az elvárja, hogy minden miniszter képviselje úgy a minisztériumát, ahogy kell. Tehát dolgozzon, vigyen be kormányrendeleket, módosítson törvényeket, jön új ötletekkel, új programokkal. Na most, ha ezeket nem csinálták a miniszterek, akkor sajnos ez a minisztérium elsüllyedt. Ugye? Tehát húsz éven keresztül ez csak egyre jobban süllyed. Most nem, nem csak beszélek, hanem nézzük meg, hogy 2000-ben Románia 24 érmet nyert nyolc sportban. Ahogy ezeket a szövetségeket az új törvény által 2000-ben szabad lábra engedték, tehát elnyerték el az autonomiájukat, és önálló szervezetek lettek, így minden négy évben egyre rosszabb eredményeket értünk el, addig, ameddig tavaly csak négy érmet tudtunk elérni két sportágban. Tehát ez annak a jele, hogy lényegiben Ma manapság ebben a törvénykezésben szövetségek szinte azt csinálnak, amit akarnak. Lényegében maga, mint minisztérium egyetlen, ö, ö, hogy mondjam, ö, szigorító intézkedést tudok, ö, tudok csinálni, hogy megállítom a finanszírozást. De ezzel mit csinálok? Azt csinálom, hogy megölöm a sportot. Na most szerintem minden sportágat sokkal biztonságosabban kéne kezeljen a kormány, tehát a, a törvénykezés, mivel hogy nem tudjuk megengedni magunknak az, azt, hogy egy elnök, egy szövetség elnök tönkre tudjon tenni egy, egy nemzeti sportot. Tehát úgy kell minden elnök gondolkozzon, hogy az a, a szövetség nem az ővé, ez nem egy cég, hanem ez egy nemzeti érdek, és oda megy, meg van választva, képviseli a, 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 azt a szövetséget, de bármilyen intézkedés azt a sportot nem tudja tönkre tenni. Igen, tehát itt az a legsúlyosabb, hogy tehetségekről beszélünk, tehetségek elkallódásáról beszélhetünk, csak azért, mert nem a megfelelő emberek vannak a megfelelő helyen. Ő amikor átvette a mandátumát, akkor azt mondta, hogy új sportstratégiára van szüksége Romániának, és nagyon sokáig olyan volt ez a sportstratégia, mint Kolombónak a felesége, hogy mindenki beszélt róla, de senki nem látta, és egyszer csak hopp megszületett a sportstratégia, és amint megszületett, ugyanaz történt vele, mint a Novák Károly Eduard miniszterrel, hogy kapott hideget is, meleget is. Most ne menjünk bele, hogy ki hogyan bírálta. Arra vagyok kíváncsi, hogy 2023-ban ettől a stratégiától már jobb lesz a hazai sportélet, vagy azért még aludjunk egy-két évet? Hát Nem kell aludni, mert már történik a sportstratégia két éve. Hiába, hogy most jelent meg a dokumentum, de már két éve úgy dolgozunk, az, az, az szerint dolgozunk, amire van írva. És akkor két-három mondatban elmondom, hogy ez hogy, hogy, hogy született meg a stratégia. Persze sok stratégiát csináltak de mi azt mondtuk, hogy tényleg ezt a dokumentumot úgy csináljuk meg, hogy ennek tényleg legyen egy szolid alapja. És akkor a Bábes Bolyai Tudományi Egyetemmel partnerségben sikerült ezt a dokumentumot létrehozni, de hát rendeztünk 20 találkozást, kb. 500 emberrel, 300 valahány ilyen központi szervezetet érintettünk, de tényleg összeszedtünk minden... Sportolók meg voltak kérdezve? Persze, mindenki meg volt kérdezve. Régi sportolók, aktív sportolók, edzők, tehát mindenről jegyzőkönyv van, mindenki ott volt ezen a, ezen a megbeszéléseken, tehát emlékszem, hogy én is részvettem, vagy 90 án Ugyanakkor mindig volt egy e-mail cím, ami ki volt téve, publikus volt, mindenki tudott küldeni, minden szövetség, bárki tudott küldeni hozzászólásokat. Tehát őszintén megmondva, ahhoz képest, hogy mennyire számítottunk, nagyon kevés érkezett. Na de normális, hogy ezzel le, tudsz legjobban támadni, hogy azt mondod, hogy hát ez nem volt publikus. Hát de hogy nem. Tehát ez nagyon publikus is volt. És örvendek, hogy Lényegében ez a stratégia már áprilisban kész van, és sajnos öt hónapot kicsit félre volt téve, hogy meg kellett várjuk azt a pillanatot, mikor újra össze hívni ezt az interminiszteriális. Tehát egyszerűen annyi cirkusz ért engem, és annyi támadás, hogy azt mondtuk, hogy ameddig ez ilyen, ilyen rossz hangulatban nem szeretnénk stratégiát előterjeszteni. Úgyhogy azt nyilatkoztam, amikor ez a stratégia közvitára, tehát közvitára bocsátották, hogy két millióra fog nőni a reform nyomán tíz év alatt az igazolt sportolóknak a száma Romániában. Amikor először meghallottam ezt a két milliós számot, akkor meghökkentem, hogy hú, ez, ez az ország lakosságának a 10%-a durva, nem, nem tudjuk, hogy a népszámlálás eredményét, de mondjuk 10% körüli. Ez nem sok? Nem hogy sok. van most? Hát, most mondok egy példát, Magyarország, Magyarország 2007-ben fogadta a stratégiáját, akkor nekünk is körülbelül egy ilyen 300 000, 400 leigazó sportoló volt. Van most nekünk? Igen, most nekünk annyi van. Most nekünk van 2 millió Magyarországon, 2 millió a 8 millióból. Persze itt most nekünk sok, sok tényező van, ami nem adja reális számot. Tehát most nekünk van 350 ezer, de reálisan, ami nem leigazol sportoló és aktív sportoló valamilyen klubban sportol, az körülbelül legyen 600-700 ezer. Tehát, hogyha módosítunk a leigazolási rendszeren, az új sporttörvényen, közben jönnek az új infrastruktúrák, tíz év belül két millió ember az, 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 az két millió sportoló, az nem sok. A tervezett közvitára bocsátásakor ön azt is nyilatkozta, hogy mindegyik megyeszék helyen sportbázis lesz a kiemelt sportágaknak a számára, és ha tíz év alatt legalább a felét megépítjük, akkor, akkor nagyon jól állunk. Vegyük például az asztali teniszt. Tíz év alatt kialakíthatunk tíz termet. Költségvetés tervezetten 30 nap múlva pedig már konkrét időpontokat, vállalásokat is közölhetünk. Most melyek a konkrét vállalások, amiről ön beszél? Tehát hol, milyen, milyen Erdélyi megyékben, milyen sportot lehet erősíteni? Hát lényegében a cél az, hogy mindent erősítsünk fel. Tehát ezt a 18 sportot, amit felvállaltunk, az egész országban felakarjuk. Akkor, akkor maradjunk a 18 sportnál. Nem sok igen. ez egy picit? Nem Más sok. Más országban 6-8 sport van. Magyar ország, igen, Magyarországon 6 sport van, de 2007 óta. Tehát most is most azon dolgoznak, hogy rájöttek, hogy azért ezt fel kell növelni. Tehát szerintem egy ekkora országnak, mint Románia, ahol van 18 millió lakos, 18 sport nem sok egyáltalán. De hát lehet ennyire figyelni, ennyi sportra persze, figyelni? Persze. Ennyi sportágra, és akkor mindenik. Majd hát érhet hát, kell hozzon? Hát hogy, hát hogy kell ezt ki? Tehát van 70 szövetségünk, ugye? Ami persze vannak olimpiai, nem olimpiai, és most ki van alakítva három kategória. A olimpiai prioritizált sportok, ami 18, amiben vannak egyéni sportok, ahol régen, ugye, 11 egyéni sport van, ahol régen eredményeket értek el, jelen pillanatban is eredményeket érnek el. Tehát azt szeretnénk, hogy ezt a 11 egyéni sportot felfejlesszük arra szintre, hogy ez a 11 sport minden olimpián tudjon hozni sportonként két-három érmet. Ez lenne a cél. És akkor beszorozzuk 11 szer 2 3 az ez elég. Mikorra kell hozzák az érmet? 2032. 2032-re. Ez a célunk. Ez, ez 15-20 érem, érem. Ez, a, ez a célunk. És megvan már az is, hogy melyek lehetnek azok a sportágak, amelyekben valószínűbb, hogy, hogy érem fog jönni? Hát szerintem a, a kajakkenú, evezés, úszás. Hát. Uh, Judo kerékpár lehet, atlétika, szerintem kerékpár is lehet. Egyik nyugodtam. kerékpár vagy országúti? Szerintem pálya. Nincs Te is adra. pályánk. Nincs, kezdjük építeni. Mikor? Hát szerintem hamarosan már van két projekt, ami alakulóban van. Egy van egy előre haladott, a Krajovai, Szentgyörgyön készül a másik, Sepsi -Szent Györgyön és uh, Csíkszered a környékén is tervezünk egyet. Ezek edzőpályák lesznek? Nem, nem, nem vers vers reakalmas. versenypályák, versenypályák, födött versenypályák, igen. Tehát úgy, hogy meg lehet szervezni akár egy uh, Balkán bajnokságot is? Nem csak, Európa bármilyen szintű, tehát nemzetközi standardoknak megfelelő pályák lesznek. Térünk vissza a, a már említett konkrét vállalásokra, tehát M melyik erdélyi megyében milyen sportot? <coughs> most elhangzott Jó. az, hogy Csíkszered, a György pályakerékpár épület, nyilván a hoki az elmaradhatatlan, de hát a hoki az, az megvan, csupán erősíteni kell még egy picit. Hát a hoki van is, hokival is elég sok fejlődés lehetőség van szerintem, tehát most lényegében hoki csak székelyföldre van beszorulva, de az, hogy De van ezt, is ebből elég baj. Igen, tehát ahhoz, hogy egy erős székelyföldi hokink legyen, egész rt sőt, Román vidéken is kéne hokipályákat építeni. Tehát ne csak hokiról beszéljünk, mert egy jégpályán lehet a, a, a műkorcsolyát fejleszteni, a short fejleszteni, és három olimpiai sport, olyan sport, amiből tudsz nyolc uh, uh, olimpiai érmet nyerni. Tehát nagyon fontos a, amúgy a, a korcsolyapályának ennek a létesítménynek a felépítése. Kórsőpályák, kerékpárpályák, még meg is kerékpálya, uszodák, nagyon fontos. Atlétika pálya, atlétika áll a legjobban Romániában most, de létika szükségesek. asztali a tenisztermek, Judó. Hogy, hogy, tehát nagy összegben mert nem volna fogadni arra, hogy a, a foci az, ami a, ami a legjobban áll az országban, nem mondja az atlétika. Ja, így egyéni sportokra gondolok. Ja, egyéni. egyéni. sportokra az atlétika áll a legjobban, mind klubszám, mind infrastruktúra és mind sportolószám. Ezt minek köszönhetjük a múltnak? Hát a múltnak és hogy, hogy a, ugye a múltból egy jó infrastruktúrával jönnek, mindenhol felépítették, megmaradtak a klubok, de hát egy nagyon nehéz sport, rengeteg ország vesz részt, ugye azért nem lehet összehasonlítani egy atlétikát egy evezéssel, evezéssel, ahol a 8 plusz 1-be csónakban van összesen 10 csapat, és ott aranyérmet nyernek, egy atlétikában a starthoz áll 200 ország. Tehát azért sajnos a sportok között is megvannak a különbségek, így mind, mind részvétel. Foci. Lejárt a foci VB, Románia nem volt ott a foci VB-n, Románia ott lehet valamikor? A sportstratégiának köszönhetően? Szerintem igen, de a focinak is egy más mentalitás kéne, másképpen kéne kezeljék, és itt, itt szerintem a legnagyobb probléma Darász a nevelés. Egyébként a, a foci klubok helyzete, a román fotball szövetség? Nem tudom annyira, nem vagyok, én csak kívülről figyelem a dolgokat, de szerintem óriási nagy probléma a neveléssel, hogy hogy gondolkoznak a játékosok hogy mik a céljaik, és ez sajnos ez az edzőknek köszönhető, hogy, hogy nevelik a játékosokat. Hát mondok egy egyszerű példát, most nézzük az FK Csíkszeredát, ez, ez a projekt akár egy pár éve indult, egy kis városból ugye, és képesek voltak már nyolc év alatt, képesek voltak már két bajnokságot nyerni U19-ben, tehát ez annak a jele, hogy lényegiben a többi régióban ahol hoki vagy foci kultúráról beszélek, ott sajnos nincs meg a megfelelő fegyelem, nincs meg a megfelelő metodológia, és egy kicsi régióból képesek bajnokságot nyerni, Bukarestel szemben, Temesvára, Váraddal és más csapatokkal szemben, akkor azt jelenti, hogy ezek a régiók sokat kéne dolgozzanak a, a egy más koncepció. Nagyon jó, hogy Csíkszeredát említi, az FK Csíkszeredát említi önnel beszéltünk nagyon sokat a sportminisztériumról, arról, hogy a sportminisztériumnak milyen szerepe van abban, hogy hát, sportnemzetté tegye Romániát, vagy ismét sportnemzetté tegye Romániát, és akkor ezek szerint nem csak a minisztériumnak van feladata ebben, hanem a helyi önkormányzatok is, helyi szinten is többen ki kell vegyék a részüket ebben. Tehát nem lehet mindig csak Bukarestre mutogatni, hogy na hát oldja meg Bukarest. Ezért lesz jó a stratégia, mert ezzel a koncepcióval adunk egy irányt a helyi önkormányzatoknak is, hogy mit építsen, milyen sportot fejleszen, mibe fektessenek be, és sokkal Mi egyszerűbb. Meg kell győzni akkor a helyi önkormányzatot, hogy a sport az igenis fontos, mert túl azon, hogy nézzük és gyönyörködünk. A, az atlétika versenyben mondjuk, vagy a műkorcsolyában a sportnak van egy identitás képző, identitás erősítő szerepe. Szurkolunk a helyi csapatnak, és ez Igen. ez enne, ennek nagyon komoly ereje lehet, csak hogy ezt. Azt látom, hogy nem feltétlenül használja ki mindenik önkormányzat. Igen. Hát ezért vagyunk, ezért gondolom, hogy a sportminisztérium kell irányt, adj, irányt adjon az egész sportaktivitásnak. Tehát nem csak kluboknak, nem csak szövetségeknek, hanem önkormányzatoknak is. Hogy azt mondjuk, hogy ez a recept, ez a cél, így kell elérni, és csak kövessétek. És akkor, hogyha együtt dolgozunk egy célért, akkor mindenkinek könnyebb. A, a, a költségvetés, a pénzeinket sokkal jobban tudjuk el, elkölteni, nem szanaszét, és úgy tudjuk el, legyen egy közös koncepció, és uh, én csak így látom ennek a, a fejlődését. Sportolókról beszélgettünk, a sportolók lehetőségeiről, de hogy nem választható le a sportolótól, a sportoló sikere elképzelhetetlen az edző nélkül. Edző, képzés... Megvan Romániában? Meg lesz Romániában? Igen, meg lesz, nincs egyáltalán Romániában edzőképzés, vagyis csak papírformaság nagyon-nagyon alacsony szinten működik. Pont ezért is van az, hogy ennyi év után, ha megfigyeljük, rengeteg szövetségben már külföldi edzők vannak, azért mert a sajnos a mi edzőinket a jelenlegi helyzet, a jelenlegi a világ nemzetközi szint meghaladja, mert nincs egy olyan rendszer, amire ő kötelezze a rendszer arra az edzőket, hogy egyfolytában képezzék magukat. Ezt most a minap beszéltem a munkaügyi miniszterre, hogy föltétlenül ezt a rendszert meg kell csináljuk, mert másképp 20 éven belül egy, egy profi román edzőnk se lesz. Oh. Tornaórákról is beszéljünk, illetve beszéljünk arról, a felvezetőben említettem azt, hogy a, a sport az nagyon fontos, hogy hogy minél szélesebb körben elérhetőé váljon, és itt eddig a versenysportról beszélgettünk, de hogy, de hogy van a sportnak a az egészség megőrző szerepe is van a sportnak, az a vetülete, és tényleg nem szeretném elfilozófálni ezt a kérdést, de hogy a legnagyobb aténi gondolkodók, Plátontól Arisztotelészig mindenki a testi nevelés érdekében emeltek szót, és elmondták, hogy a harmonikusan fejlett ember kialakítása van, hogy mennyire nagy szerepe van a mozgásnak. Viszont napjainkban, mintha ezt, mintha ezt elfelednénk, és amikor azt kérdeztem, hogy Megkapja-e a kellő tiszteletet a sportminisztérium a kormányban, a sok-sok minisztérium között, akkor, akkor erre céloztam, hogy van. Van tisztelete a, a sportnak, a versenysporton kívüli sportnak Romániában, vagy az, aki felhúz egy futónadrágot és szalad öt kört a tömpász körül, azt mondják, hogy valami baj van a sráccal. Hát ez ugye ez fejlődőben van. Tehát még ahhoz képest ezért is célunk az, hogy elérjük azt a százalékot, hogy jelen pillanatban Romániának 5% a sportól úgymond aktívan. Tehát elérjük azt a százalékot, hogy felvigyük 10 éven belül 30%-ra. Uh, ahhoz, hogy hogy uh, ugye egészségesebbek legyünk, mert minden mutató elég rosszul mutat nemzetközi szinten Romániában. A gyerekek lekelhízottabbak, tehát a felnőttek ugyanúgy, azért, mert nagyon kevés százalék a sportol, de ehhez ugye nincs infrastruktúra a, de most a tömegsportra. Egy futáshoz, egy futáshoz olyan nagy infrastruktúra nem kell. Kell egy futócipő, kell egy nyáron hm. rövidnadrág, egy póló is, tehát nem kell feltétlenül atlétika pálya ahhoz, hogy a napi minimum 30 perces mozgás meg legyen. Tehát inkább hát most Féljön, kell változtatni, nem? Igen, de hát ez, ez, mondom, ez idővel fog alakulni, és most képzeljük el azt, hogy Romániából 40, Romániának 48 a vidék. Na most elég nehéz elképzelni azt, hogy lássá te faluba szélén valakit futkorászni. De hogyha például falvak között fog épülni egy kerékpárút, szaladóút, akkor már kicsit könnyebb lesz, és kicsit érdekesebb lesz mindenkinek, hogy ez le kimenye, vagy egyet szaladjon, vagy ö, ilyen parkban lévő erőgépeket felszerelni, kisebb sportpályákat, tehát ö, olyan, olyan sportpályákat kialakítani, ahol tényleg a sport, a tömegsportot, ö, de ezt kell befektetni a vidéki, ö, vidéki ö, régióba. A tömegsport is úgy alakul, hogy ha barátom sportol, akkor lehet én is neki állok. Ha a barátom kocsmába jár, akkor én is kocsmába járok. Tehát ez így egymást az emberek motiválják. A tornaórákkal kapcsolatosan az iskolákban a véleményünk és amit mi látunk, az, hogy nagyon régi a jelenlegi program. Tehát... Mivel, hogy csak három sportot oktatnak: a tornát, a atlétikát és a játékokat, úgymond játékokat. De hát most képzeljünk el egy kicsit elhízottabb gyereket oda tenni, ugrani a lón keresztül, az nem igazán fog De akkor Tehát, Mit csináljunk vele? Ki kell bővíteni a programot, be kell vezetni az úszás, be kell vezetni olyan sportokat Európában. Csak az úszás az. É. Vannak vidékek, ön azt mondta, hogy vannak vidékek, Igen. ahol furcsán néznének rám, hogyha futnék az utcélén. vannak vidékek, és nagyon sok, Igen. ahol nincs úszoda. Nincs De ezt mondom, hogy ez párhuzamosan, tehát hogy fog épülni az infrastruktúra, úgy fog nőni a... A, a tömegsport is, és az yes, iskolai is. sport is. Nekem iskoláskorú gyerekeim vannak, és úgy elképzelem a tanítón itt, amint a 20 fős osztályjal, vagy a tornaor, torna tanát, még 20 fős osztályjal, valahogy átvándorolnak a város egyik részéből a másikba, hogy bemenjenek az úszodába, fél óra levetközés, fél óra felöltözés, eltelt a testnevelés óra, anélkül, hogy uh -huh. bemártották volna a lábújukat a vízbe. Hát kisebb például Szent Györgyön Csíkszeredában ezt a programot, ezt jártatjuk, hogy, hogy a tan... Hogy a... Tehát meg lehet volna működőképesen? Igen, persze. Nálunk viszik a gyerekeket úszni, viszik a gyerekeket korcsolyázni hetente egyszer, tehát ez a program működik. És ezt is, ez, ez egy típusú program, amit szeretnénk majd, szeretnénk ezzel kibővíteni, a, a, a testnevelés órákot a, az iskolában, hogy lehet, hogy nem tudjuk elérni az elkövetkező két-három évben, hogy legyen öt tornaóra egy héten, de azt meg tudjuk csinálni, hogy két-három tornaóra mellé még hozzategyünk két-három ilyen extra aktivitást. Most nem muszáj úszás, nem muszáj, de ami közel van az iskolához, elmehetnek kosarazni, elmehetnek... Tudom is én focizni, tehát lényegében olyan aktivitásokat kell bevinni, ami a gyereket vonzza, nem egy úgy A úr az papíron a tanőminisztérium hatáskörébe tartozik, igen. tehát a, a sportminisztériumnak legfeljebb konzultatív. Mi ötletekkel jövünk, igen. De hogy jönnek ötletekkel? Elindult már a párbeszéd igen, igen, a lesz. Igen, hát nem? most van az új miniszter, újra kezdtük tárgyalni ezeket a témákat, most ki szeretnénk használni ezt az új tanúgyi törvénynek a tanúgyi törvény köré építsük be ezeket a gondolatokat. Jövő héten van egy tárgyalásom a miniszterrel, hogy ezeket az extra aktivitásokat építsük be, mert szerintem ezt mindenki meg tudja csinálni. Említett ön itt korábban az egészségtelen életmódot, az elhízást, amely mind gyerekek, mind felnőttek körében igencsak hangsúlyos aránya van. Szintén nem a sportminiszter. Ter, sportminisztérium tehet -e erről, hanem az egészségügyi minisztériumnak a hatáskörébe tartozik. Tehát akkor a tanügyminisztérium mellett az egészségügyi miniszterrel is konzultálnia kell Novák Károlyevárnak? Hát annyira nem lényegében, mert ez automatikusan fogja adni azt, hogy a sportaktivitás, hogyha megnő az órák száma, hogyha több személy fog sportolni, tömegsportot fogják gyakorolni profi sportot, akkor szerintem így az egészségügyet is valamilyen szinten fogjuk reformálni. Hát nem, nem jobban elhiszi egy orvosnak a, az állampolgár azt, hogy mennyire fontos egészségesen élni, és hogy ha sportol, akkor egészségesebb lesz, mint önnek? Szerintem egy, hát most nem tudom direkt nekem, -e, de hogy biztos, hogy, hogyha valaki rá tudja venni és indirekt módon el kell sportolni, biztos, hogy hitelesebb lesz, mint valaki szárazon azt mondja, hogy mennyiél sportolni, lehet, hát, hogy, a hogy nem lesz annyi... a sportolók igen, példaképek, igen, a sportoló példaképek a fontosak? biztos, hogy igen, igen. Vannak nekünk példaképeink Erdélyben? Erdélyben? Hát van egy tófalvéva, aki profi sportoló lett, most van ez a, a, a György apó, apór, aki világbajnok lett tegbólban, Szerintem vannak tehetséges sportolók Erdélyben, akiket lehet követni, és ez ez fontos mindig a példakép, mert valamikor engem is példaképek vezényeltek. Miről kell szóljon adásidőnk végéhez közeledünk? Miről kell szóljon a 2023-as esztendő miniszter úr? Sportstratégiának a továbbgörgetéséről? Igen, az implementálásáról, tehát már mondta, hogy két éve már dolgozunk ezen, de ez, ez lesz a legfontosabb, hogy próbáljuk beépíteni, minél hamarabb kezdjük el beépíteni a, 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 a stratégiai elemeket, illetve szeretnénk jövőben kifogni az új sporttörvénynek tavasszal. Ez egy, nagy, egy újabb nagy projekt, és ami, amit szeretnénk körülbelül a, a, ezeknek a prioritizált sportoknak stratégiai a, sportbázisokat építeni. Mi kell ehhez? Minisztérium, kormánytámogatás, kormány önkormányzati támogatás, kormány támogatás, Európai Uniós nem, támogatás? kormánytámogatás és politikai egyesség. Mennyi? Legyen ez, ez a végszónk. Novák Károly, Eduard sportminiszternek, köszönöm, hogy itt volt és válaszolt a kérdéseimre. Köszönöm szépen. Önöknek, tisztelt nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától ismét 24 plusz itt az erdélyi magyar televízióban. Legyen szép estéjük, a viszontlátásra!